Jelentős hatással lesz a város tömegközlekedésére a készülő villamosvasút beruházás. Nem csak Szeged megközelíthetőségét javítja majd a tramtrén, hanem Hódmezővásárhely területén is megkönnyíti majd a közlekedést. Hangzott el a Csúcsi Olvasókörben tartott lakossági fórumon, ahol többek között az oktatás, az egészségügy és a határon túli magyarok helyzete is napirendre került. A csúcsi lakosok a helyi buszjáratok sűrítését kérték a fórumon. Ám amint arra Lázár János rámutatott, a tömegközlekedésnek ez a módja az egyik legdrágábbnak számít az elérhető szolgáltatások közül. A tramtrén átadása után azonban a járatsűrűség újragondolására is lehetőség nyílik majd. A villamos a tömegközlekedést megoldja Susán, Újváros, Belváros és a Kertváros között, ezért az autóbuszos közlekedést meg lehet szervezni Tabántarján, Béketelep, tehát a városnak az észak-nyugati oldala felől, mert a másik oldala a városnak le lesz fedve a villamossal, és ezen az oldalon lehet autóbusz közlekedést szervezni. Tehát ugyanazt a forrást több tömegközlekedésre, több autóbusz közlekedésre lehet felhasználni. A térség országgyűlési képviselője arra is emlékeztetett, hogy még 10 évvel ezelőtt a szocialista kormányzat beszerette volna záratni a vásárhelyi kórházat, mára egy fejlett, jól működő egészségügyi intézmény látja el a vásárhelyieket. A fórumon szóba került az ukrán nyelvtörvény által sújtott kárpátaljai magyarok helyzete is, amellyel kapcsolatban Lázár János úgy fogalmazott, hogy az ország számára az jelenti az erőt, ha a kormány minden magyarért felelősséget vállal. Mi mindig a megegyezésre törekszünk, mind Romániával, mind Ukrajnával, de arról szó sem lehet, hogy bárki is magyar ember jogát lábbal tiporja, vagy a megszerzett jogokat elvegyék. Kárpátalján egy olyan nyelvtörvényt akarnak hatályba és életbe léptetni, amely az ottani fiataloktól elvenni azt a jogot, hogy magyarul tanulhassanak. Ez korábban működő dolog volt, és érthetetlen számunkra, hogy ami eddig megvolt, abból miért akarnak kevesebbet csinálni. Nagyon határozottan lépünk fel ebben az ügyben, mint Marosvásárhelyi Katolikus Iskola ügyében is. Tehát mindenhol azt gondoljuk, hogy a magyaroknak joguk van boldogulni ott, ahová születnek, legyen szó Hódmezővásárhelyről vagy Marosvásárhelyről, és a magyar kormánynak az a feladata és az a kötelessége, hogy ennek a föltételeit mindenhol biztosítani képes legyen. Végezetül az oktatási fejlesztésekről is érdeklődtek a fórum résztvevői. Lázár János kifejtette, hogy amelyik iskolában tanítanak, annak a felújítása jelenleg folyamatban van. A városrészben is több oktatási intézmény megújul, így városszerte az összes bölcsödében, óvodában, iskolában és orvosi rendelőben soha nem látott volumenű fejlesztések valósulnak meg. Így tulajdonképpen az elmúlt 30-40 év legnagyobb fejlesztéssorozata zajlik Hódmezővásárhely intézményhálózatának életében.